Isten hozott benneteket, folytatjuk a reformáció sorozatunkat, ez már a 10. része. Egy messiási proféciával kapcsolatban, illetve abban egy proféciában olvashatjuk az Ézsaiás 42:8-ban, hogy én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, nem, sem dicséretemet a bálványoknak. Több mindenről beszél ez az igevers, és esetleg valamikor részletesen ki is elemezzük, de most nem feltétlenül a részletes elemzése a célja ennek az igeversnek, hanem annak a meglátása, hogy a Szent Háromság második személye a földi munkájával, messiási küldetésével dicsőségre méltó módon mutatta meg magát. Azaz megmutatta, hogy ő dicsőséges, és ő dicséretet érdemel, amit Isten egyedül önmagának tulajdonít. Azt mondja, hogy én vagyok, és ezt a dicsőségemet, dicséretemet másnak nem adom. Tehát én vagyok Isten, azaz tulajdonképpen a messiás és Isten közé egyenlőségjelet tesz, az Úr közé egyenlőségjelet tesz ez az ézsaiási szakasz. Másrészt azt is látjuk ebben az igeversben, hogy ő nem tűri, ha dicsőségét valaki el akarja rabolni tőle. A rómaiakhoz írt levél első fejezetének 18-as, 23-as, illetve 25-ös verse ezzel kapcsolatban a következőket mondja. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlenség és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. A halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászok képével, akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökre. Mit látunk itt? Itt Isten haragját látjuk, nem is akárhonnan látjuk Isten haragját, hanem a mennyből. A mennyből látjuk Isten haragját, az emberek vagy bizonyos tevékenységek egyfajta különleges tevékenység ellen. Mi ez az emberi tevékenység? Az emberi tevékenység az, ami ellen az Isten haragját kinyilvánítja, hogy feltartóztatják az ő igazságát. És hogyan teszik ezt? Hogyan tartóztatják fel az ő igazságát? Úgy tartóztatják fel Isten igazságát, hogy az ő dicsősége helyett képekkel csábítják az embereket. Jó néhányan tanítottunk, illetve vannak olyanok, akik most is tanítanak középiskolában, tehát foglalkoznak azzal, hogy hogy jut át az információ fiatalokhoz, és tudjuk azt nagyon, nagyon jól, hogy az információ jó része, az a látvány, az a szemen keresztül jut be. És nagyon hajlamosak vagyunk elhinni azt, amit látunk. Ugye, tehát van egy magyar mondás is, hiszem, ha látom. Tehát ha látom, akkor elhiszem, hogy az úgy van, hogy az valami, hogy az a dolog az úgy van. Továbbá nagyon egyszerű a látvány, például a különböző rajzfilmek, különböző mesék, mert nem kell olvasni, a gyermek nem erőlteti meg az agyát, hogy a képeket elképzelje, hanem egyszerűen ott van számára, megrágva, megemészte, ott vannak a különböző rajzfilmek, különböző mesék, nem írott, hanem képi formában. És már a gyerekeket is, ha valaki mostani szülőket is, ez egy nagy gond, hogy odaültetik a képernyő elé, vagy a tévé elé, vagy a számítógép elé, és hagyják, hogy a gyerek ott üljön, és ne az agyát használja igazán, hanem már egy megrágott, megemésztett dolgot vegyen magához. Azt azzal kábítsa el magát tulajdonképpen, hiszen egyfajta kábítószer a tévé, meg a képi világ. De a kép, hiszem, ha látom, a hazugságot is nagyon egyszerű képek által átvinni. Nagyon egyszerű a hazugságot, hiszen ott el lehet adni. Nagyon jól el lehet adni a hazugságot.
hiszen láttam, elhittem. Ugye ezért vannak azért mondják a bűvészek, hogy csak a kezemet figyeld, mert csalok. Mert azt hiszi az ember, hogy az igazság. Azt hiszi az ember, hogy az a bűvész, az tényleg tud mondjuk a vizen járni. Vagy az a bűvész, az tényleg tud olyan dolgokat csinálni, amik látványra azok. Mert ő elhiteti, a látvánnyal elhiteti, hogy az a valóság, amit én látok, hogy ő bűvész trükköket tud csinálni. Közben pedig nem tud, hanem azok ténylegesen trükkök. Nem valódi mágusról van szó, hanem trükkökről van szó. A mai világban egyébként is vannak olyan applikációk, ugye okostelefonokban nagyon jó kis kamerák vannak már, és az emberek föltöltik ezeket a képeket, amiket készítenek magukról, az ételükről, egyéb különböző dologról, föltöltik egyből különböző oldalakra, ahol ők szépen akarnak kinézni. Ahol ők másképpen akarnak nagyon sok esetben kinézni, mint a valóság. Tehát már ezekben a fényképes okostelefonos alkalmazásokban olyan szűrők vannak, amikkel be tudja állítani, hogyha le van ő fotózva, akkor egyből egy szűrővel, egy 20-30 kilóval könnyebbnek tűnik. A combja egyből keskenyebb, az arca egyből szebb, egyből mintha sminkelve lenne, olyan applikációk vannak, és egyből szebben, a valóságtól eltérő módon tud feltűnni. Egyből hazudik a képekkel. És ez nagyon sok esetben a szent képekkel is így van. A szent képek is hazudnak, a szent ábrázolás is hazudik. És most ugye a katolicizmusról van szó, tehát ez fokozottan igaz. Például Máriával kapcsolatban mindig Máriát egyfajta korban látjuk, egyfajta képen látjuk, ugye a ruhájának a színe is meg van szabva, általában Jézus a kezébe van, tehát egy ilyen látszik, hogy ott a Madonna, meg a gyermeke. Tehát úgy van ábrázolva Mária, mint aki, mintha még most is az ő gyermekével, Jézussal foglalkozna, még ha Jézus még mindig kicsi lenne. És egy másik ábrázolás egyből ide is tartozik, ez a kis Jézus ábrázolás. Még most is rengeteg templomban vannak kis Jézus ábrázolások, amikor egyszerűen benn van a jászolba Jézus. Tehát nem jászolba van most, tehát egy hazugságot, egy mostani állapotnak állítanak be valamit, ami nem igaz. Ez hazugság. Maga a feszületnek, tehát hogy még Krisztus még mindig ki van feszítve a feszületre a katolikusoknál, és egy hazugság, hiszen már nincs a feszületen, az atya jobbján ül, minden hatalom nála van. De még mindig feszületeket hordoznak és raknak ki otthon az emberek. Feszület azaz rajta van a megfeszített. Rajta van Krisztus. Van képkultusz, amivel különböző hazugságokat mondanak el. Tehát az Isten igazsága helyett hazugságokkal traktálják az embereket. És itt látszik is, hogy az emberi alakok imádása, ugye a másik, amire itt kitért a római levél. Ugye képekkel felcserélve az Isten dicsőségét, aztán az igazságát hazugságokkal. Például Mária imádata. Egy emberi alakok imádata, szentek imádata, különböző angyalok imádata. Azaz tökéletesen illik Istennek ez az ítélet bejelentése a katolicizmus Mária tiszteletére is. Továbbá ott van az Ézsaiás 43.11-es igeverse, amiben azt mondja, hogy én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én vagyok az Úr, rajtam kívül, mint szabadító. A katolikus egyház Máriát szabadítónak állítja be.
Mózes 5. könyve a Deuteronomium 32-es fejezetének 39-es igeversi azt mondja, hogy lássátok be, hogy csak én vagyok, nincs Isten rajtam kívül. Én adok halált, életet összezúzok és gyógyítok, nincs ki megmentsen kezemből. Mást tisztelni, imádni, máshoz imádkozni, mint ha annak nagyobb eredménye lenne, mint ha az Isten felé való, az Istennek való ima, az Istennek a kérése, ez Isten káromlás. Máshoz imádkozni, mástól kérni, az Isten káromlás. Mert nincs rajta kívül más szabadító. Nincs, aki tudná teljesíteni azt az imát. Egyedül Isten az. És másnak tulajdonítani azt, amire egyedül Isten képes, az Isten káromlás. Ezt teszi a római katolicizmus. Mária tulajdonképpen a római katolicizmus istenévé lett magasztalva. És amilyen annak ellenére, hogy a Bibliában szinte alig van szó Máriáról. És akkor sem a személyéről van szó, nem Mária személyéről, hogy ő a názáreti Mária, hanem a szerepéről van szó, hogy ő egy fiatal lány, az a szűz, aki gyermeket szül. Valamiféle hölgy, aki gyermeket szül. Nem a szülő nőnek a szerepe a lényeges, hanem akit megszül az a fiatal hölgy, aki független tőle. Mert láttuk az előző alkalom is, hogy nem volt beleszólás abba, hogy megszülje vagy sem. Isten által ki volt válaszol, nem volt beleszólása abba, ami történik vele. De a római, amilyen kevés szó van Máriáról, a római katolikus egyház éppen annak az ellenkezőjének a mértékével magasztalja őt a gyakorlatban és a dogmáiban. És ezért egyébként egy katolikus ténylegesen elkezdi olvasni a Bibliát, akkor nagyon meg fog döbbenni, mert hogy azt várja valószínűleg, hogy olyan mértékben lesz szó Máriáról, hiszen akkor élt, ott mozgott közöttük, mint amekkora mértékben az ő vallásában, a római katolicizmusban beszélnek Máriáról, és amilyen főhelyre helyezik Máriát. De azt fogja tapasztalni, hogy nem találkozik, épp a születésnél találkozik, meg a halálnál találkozik, meg a feltámadás az első gyülekezetnél találkozik Máriával, és utána sehol máshol nem találkozik Mária nevével. Nem találkozik vele. Nincs egyszerűen jelen. Nem fontos. Lehet, hogy azt hiszi, hogy itt a különböző levelek, amiket az apostolok írnak, azok állandóan Máriát emlegetik. Hogy hát mit csináljunk most? Hát kérdezzük meg Máriát. Hát hiszen katolikusok azt tudják Máriáról, hogy ő az ég királynője. Az Istennek a kedvese. A legfontosabb személy tulajdonképpen, aki csak megszületett. Hát akkor biztos a tanítványok is, hiszen ők voltak a tanítványok, Jézus tanította őket, ha ez az igazság. Ha Mária ilyen fontos, akkor biztos Jézus megtanította neki, hogy Mária milyen fontos. És pont ezt nem látjuk. Egyik apostoli levél sem beszél kifejezetten Máriáról. Nem mondja egyik levél sem azt, hogy de kérdezzük meg Máriát, hogy Mária ezt mondta, vagy Mária azt mondta, vagy Mária ezt meg azt tette. Semmit senkinek nem javasol, egyik gyülekezetnek sem javasol semmit Máriával kapcsolatban, egyik apostol sem. Nincs ilyesmi. Nincs ilyen javaslat, semmi. Nem beszélnek Máriáról. Ellenben a római katolicizmus rengeteget beszél Máriáról. De ez érthető is, mert mint elmondtam, ha az ég királynője, a menny királynőjének tartják, akkor muszáj róla beszélni, és muszáj kiemelni. És az előző alkalommal látok a Lumen Gentiumnak a katolikus egyház ugye mariológiával kapcsolatban is, ugye a II. Vatikáni zsinatnak az egyházi alkotmánya tulajdonképpen,
Amíg azt mondtak ki, hogy nincs szándékunkban viszont, mármint a zsinatnak, hogy mindenre kiterjedő tanítást terjesszen elő Szűz Máriáról, és az sem, hogy eldöntsön olyan kérdéseket, amelyekre még nem derített teljes fényt a teológusok munkája. Megmaradt tehát a létjogosultsága a katolikus iskolákban a Szűz Máriáról szabadon előterjesztett nézeteknek, akik a Szent Egyházban Krisztus után, aki a Szent Egyházban a Krisztus után következik, a szívünkhöz pedig oly közel áll. Azaz elmondtam erről az idézetről, hogy ebből is látjuk, hogy a lovak közé dobták a gyeplőt, mert hogy annyi Máriával kapcsolatos különböző helyi istennőségnek a különböző tulajdonságait vették át, illetve alkalmazta különböző ünnepeket és szokásokat, hogy egyszerűen ezeket nem lehet összefogni. Mert össze akarnák fogni, akkor egy csomó ellentmondás lenne, és rengeteg minden kiesne, és elveszítenek esetleg hívőket. Ezért inkább azt mondták, hogy szabad az út mindenkinek. Csináljon Máriával azt, amit akar, ezzel a női Isten alakkal. A lényeg az, hogy továbbra is római katolikusnak vallja magát. Nehogy a számunk csökkenjen, nehogy valami szakadás legyen. Itt természetesen, hivatalosan és félhivatalosan is sok vad, Isten káromló, Isten igazságát és dicsőségét megrabló elképzelés született Máriáról, aminek alapja, hogyan az előző alkalommal láttuk, ugye a minden kultúrában jelenlévő pogány anyaistennő alakja. Mivel pedig anya istennő, így a kereszténység álcája alatt muszáj volt neki a teremtő, az egyetlen Istentől tulajdonságokat átvenni, illetve neki tulajdonítani tulajdonságokat. Nem véletlen egyébként, hogy a 6., 7., 8. században az iszlám, akik találkoztak keresztényekkel, meg találkoztak zsidókkal, meg találkoztak különböző fajta keresztény szektákhoz tartozókkal, akik, megint csak visszautalva az előző alkalomra, amikor 4. században a kereszténység államvallássá lett, akkor rengetegen úgymond keresztényé lettek, nem megtértek, hanem szavakban lettek keresztények, akik továbbra is gyakorolták a pogány istennő imádatot, csak éppen most már Mária név alatt csinálták ezt az egészet. Ők, mivel istennőnek tartották továbbra is Máriát, ezt elmondták ugye Mohamednek, meg elmondták azoknak, akik végül is, ugye nem Mohamed írta meg a Koránt, de a Koránnak az elképzelése, Koránnak az elképzelése a Szent Háromságról, és ezt Koránban olvashatjuk is, hogy Atya, Fiú, Mária. Atya, Fiú, Mária. Mert így képzelték el, emiatt az ég királynője cím, a menye királynője miatt, ugye gondolták, hogy hát az ég királya, pedig Isten, a királynője Mária, és az ő gyermekük, a valóságos gyermekük, az pedig Jézus Krisztus. De a Szent Háromságban nincs ilyen egyébként. A Szent Háromságban az Atya, Fiú, Szentlélek, az időzelbe téve nem létezik. Létezik, csak nem így hivatkoznak egymásra. Az Isten az önmagában három személyként létezik. Önmagában háromságban létezik. Mert megvan a szeretet kapcsolat. De nem mondja az egyik az másiknak, hogy te az én apám vagy, meg én az én fiad vagyok, mert hogy az egyik, mert hogy általában normálisan gondolkozza, az apa előbb van, mint a fiú. De ilyen nincs a Szent Háromságon belül. Sosem volt olyan, amikor nem volt a fiú, nem volt a második személy, de már az első meg volt. Ilyen nem volt sosem. Isten mindig is háromságban létezett, a fiúnak nincs kezdete, és nincs vége. A Szent Léleknek nincs kezdete, és nincs vége. Értelemszerűen az atyának sincs kezdete, se vége. De emiatt az Isten nő miatt, az ég királynője miatt, a mennye királynője miatt azt gondolták a muszlimok, hogy hát itt a Szent Háromság tulajdonképpen egy ilyen kis család, nem pedig egy egység.
És egyébként Miriam néven, ugye ez a, mert Jézus se Máriának hívta az édesanyját, hanem nem tudom arámiul a Miriam hogyan hangzott, de valahogy ilyesmi módon hangozhatott. Sokkal többször van benn a Koránban Mária neve például, mint a Bibliában. A Koránban 72 alkalommal van, maga a 19. szúra, ami még egy hosszú szúra, az is a Máriának a szúrája. A Bibliában nincs Máriának a levele például, vagy nincs Máriának a tanítása. Semmi, nem beszél Mária személyéről a Biblia, mert nem fontos. De miket társít a katolicizmus Máriához, ami csak Istent illeti meg? És ezek közül a különböző társításokkal kapcsolatban ugye mindegyik valamilyen mértékben kötődik a fő négy római katolikus dogmákhoz, és itt hangsúlyozottan mondom, hogy római katolikus dogmákhoz, mert ezeket nem feltétlenül vallják a többiek. Protestánsok semmiképpen sem. Az egyik dogma, amiről az előző alkalommal kicsit beszéltem, és ezek most nem fogok ezekbe belemenni, az egyik dogma a Teotokosz dogmája, amit az Efézusi zsinaton a 431-ben mondtak ki, de mint akkor elmondtam, ez nem Máriáról szól, hogy ő Isten szülő lenne, ugye a Teotokosz azt jelenti, hogy Isten szülő, hanem ez Jézusról szól, hogy tisztázza azt, hogy Jézus már a születésekor is teljes mértékben 100%-ig ember, 100%-ig Isten volt. Az anya mélyben is 100%-ig ember, 100%-ig Isten volt. Tehát, hogy nem valamikor belement a 8 éves korába, vagy 12 éves korába, vagy 30 éves korába a keresztelő, tehát nem valami ilyesmi kor ment bele az isteni rész, aztán meg elhagyta a keresztnél esetleg, hanem teljesen a legelejétől 100%-ig ember és 100%-ig Isten volt. A másik, és ezt katolikusok teljesen félreértve magyarázzák, ezt a másik dogma, ami már nem ökumenikus zsinathoz kötődik, azaz mindenki által elismert zsinathoz, az örök szüzessége Máriának. Már csak azért sem, mert elkezdtek Máriával foglalkozni, hát Máriával zsinat ne foglalkozzon igazán. Főleg őt, mint dicsőítő módon foglalkozó zsinat. A harmadik, már a 19. században, 1854-ben, 9. Pius, szeplőtelen fogantatásnak a dogmája, ezzel majd valamikor foglalkozunk. A negyedik pedig Mária mennybe menetele, 1950-ből 12. Pius által meghatározott dogmává vált Mária tan. Tehát mi az, amit a katolicizmus Máriához köt, de Istent illetné meg? Például az, hogy egyedül Isten a szent. A római katolicizmus pedig Máriáról állítja, hogy teljesen szent, ezért kell hozzá imádkozni. Nem lehet hozzá imádkozni, nem egy opció, hanem muszáj hozzá imádkozni, mert ha valaki nem imádkozik Máriához, akkor nem kerül be a mennybe. Az üdvözlégy Máriával kapcsolatban a következőket mondja a nagy római katolikus katekézis. Ugye, üdvözlődj Máriának az egyik része, asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. És erre ugye a katekizmusnak a magyarázata, vagy hozzáfűzni valója, hogy amikor azt kérjük Máriától, hogy imádkozzon értünk, elismerjük, hogy szegény bűnösök vagyunk, és az irgalmasság anyjához, az egészen szenthez fordulunk. Rábízzuk magunkat most, életünk mai napján, bizalmunk kitágul, és már most rábízunk halálunk óráját is. És a mi átmenetünkkor, ugye halálunkkor, ő maga fogadjon minket, mint anyánk, és vezessen minket fiához, Jézushoz a paradicsomba. Már maga az ima Máriát szólítja meg, mint aki képes meghallani és megcselekedni a kérést. Ilyen nincs sehol a Bibliában. Halott kultusz, nekromancia, azaz a halottaknak a megidézése,
halottakkal való varázslás, vagy egyéb különböző dolog, az tiltott dolog a Bibliában. Nem megvalósítható dolog. Emlékeztetünk az endori halott idézőnek az egyik sikerére, amikor is ugye, ha Sámuel első könyvének a vége felé láthatjuk ezt, amikor Saul az első király próbált valami tanácsot kérni, és ezért megpróbálta megidézni a prófétát. És a halott időző nagy meglepetésére, aki pedig halott időző volt, tehát ez volt a szakmája, úgymond, egy ténylegesen történt valami, mert egy halott jelent meg. Egy halott jött vissza. Ilyen pedig ezzel a halott idézővel addig nem történt. Mert hogy Isten meg is tiltotta az ilyet, és megmondta, hogy ne legyen közöttetek ilyen, aki halottakat diskurál, és halottakat idézget meg. Mert hogy nekünk az élővel, az Istennel kell foglalkozni, és felé kell imával fordulnunk, hozzá kell imával fordulnunk. Ha bármilyen imával akarunk bárkivel is szólni, akkor az az ő személye. Ilyen nincs a Bibliában, tiltott a Bibliában. Sincs a valóságban sem. Egyedül Isten az, aki képes ilyenre, hogyha ő akar. Abban az esetben ott, az endori halott idézővel kapcsolatban, Isten megtréfálta őt, és valóságosan a próféta jött fel. De ez egy eset volt. Történetben nem sok ilyen eset van, aki valamikor meghalt, és utána megjelent. Ez az eset van, meg természetesen Jézus Krisztusnak az esete, de ő a feltámadottak közül ő az első. De az első. Tehát ő valóban feltámadt az örök életre. A próféta még például nem támadt fel az örök életre, aki akkor az endori halott időző megidézte. És úgy szólítja meg Máriát ez az ima, mint Istennek szent anyja. Nem úgy, mint a szent Isten anyja, hanem mint Isten szent anyja, és mindegyik nagybetűvel. Természetesen Isten nagybetűvel, szent és anyja is nagybetűvel. De erről a nagybetűs dologról egy kicsit később beszélek. A lényeg most az, hogy Máriát nevezi szentnek, nagybetűvel szentnek. A magyarázat pedig, amit emellé adnak, az, hogy ő egészen szent. Az irgalmasság anyjához, az egészen szenthez fordulunk. És megint csak az egészen szent, megint csak nagybetűvel, amivel egyedül és kizárólag Istent lehet jellemezni. Miért? Azért, mert nagyon sok Biblia is, amikor a szentről beszél, vagy a szent szót leírja, hogy ha az Istenre vonatkozik, akkor ő nagybetűt használ. Ha emberekre vonatkozik, akkor kisbetűt használ. És ugyanez egyébként ez a katolikus katekizmus is, ha az emberekre használja a szentet, akkor kisbetűt használ, ha Istenre, akkor nagybetűt. De nem csak Istenre használ ez a katekizmus nagybetűt, hanem Máriára is nagybetűt használ. Mert hogy Mária is annyira szent, egészen szent, mint amennyire Isten is szent. Továbbá a szent élettel kapcsolatban a katekizmus kimondja, hogy ugye a római katolikus hívő az egyháztól kapja meg az életszentség példáját, ennek modelljét és forrását a legszentebb szűz Máriában ismeri fel, azaz, ahogyan a katolikus ember életkörforgásában láttuk, hogy a római katolikus intézmény biztosítja a szentségeken keresztül a kegyelmet a szent életre, azt mondja, hogy ennek az egésznek a forrása, az egész modellje, az Máriától származik. Mint ha ő dolgozta volna ki, és ő biztosítaná az egésznek a működését, ő biztosítaná például állandóan a kegyelmet arra, hogy ezek a szentségek működjenek. Akit úgy jellemez itt, mint a legszentebb. A legszentebb, ez ugye már a legnagyobb fokozás, ennél jobban szent már nem is lehetne. Senki nem lehet jobban szent, vagy az egészen szent, ugye az előző
katekézisnek a magyarázatánál, vagy a katekézis szövegénél pedig azt mondja, hogy egészen szent, legszentebb, egészen szent, fokozhatatlanul szent Mária. Máriának nincs, a szentség nagyobb fokára nem lehet jutni, mint amire Mária eljutott. Ez olyan fok, ami egyenlő Istennel. Mária szentsége és Isten szentsége az egyforma. És ezért az ő neve is szent. Mert hogy egyébként a Bibliában egyedül Istennel kapcsolatban mondja, hogy szent az ő neve. És ezt többször is mondja különböző kontextusban az Ószövetségbe, hogy szent ez meg ez így van, mert szent az ő neve. Az 1 Krónika 16.10-ben pedig például azt mondja, hogy dicsőítsétek szent nevét. A Zsoltárok 34-ben azt mondja, hogy zengjetek az Úrnak ti hívei, magasztaljátok szent nevét. 111-es Zsoltár 9-es verse, szent és félelmetes az ő neve. Mit jelent az, hogy valakinek szent a neve? Az, hogy valakinek szent a neve, azt jelenti, hogy elkülönül minden névtől. És természetesen nem csak a névről magáról van szó, hanem a név jelenti azt a szemét, akinek az a neve. Tehát az Ószövetség, a zsidó gondolkodásban a név és a személy az egyenlő. Ezért is, ha valaki ismeri az Ószövetséget, akkor azt látja, hogy nagyon sok név jellemzi azt, akinek az a neve. Sőt, ha valami változás van az illető jellemében, például megtér, akkor egy új nevet kap, valami másfajta nevet kap. Mert hogy a neve, meg az illető, az már külön válna egymástól, de Isten másik nevet ad neki, hogy megint csak leírja az a név azt az embert. Tehát látjuk, hogy a név és a személy az szorosan összefügg. Tehát ha mi arról beszélünk, hogy valakinek szent a neve, az azt jelenti, hogy az az illető, akinek az a neve, az az illető szent. Elkülönül mindentől. És ezért, mert elkülönül mindentől, és ez főleg, és egy, az ő neve a szent név, ezért belőle csak egy lehet. Isten az egy. Az egy Isten. És az ő neve, az egy Istennek a neve, a szent. Ha két szent lenne, akkor már nem lenne egyik sem szent, hiszen nem különülnének el. Nem lehet Istennel kapcsolatban szentek csoportjáról beszélni, hanem emberekkel kapcsolatban lehet szentek csoportjáról beszélni, mert hogy ha mi az emberekkel kapcsolatban szentek csoportjáról beszélünk, akkor Isten nézőpontjából nézzük azt a csoportot, és mondjuk azt, hogy Isten külön választott, elkülönített csoportokat magának, vagy egy csoportot magának, akik a szentek, akik a keresztények tulajdonképpen, akik mi vagyunk, én is egy szent vagyok, vagy egy a szentek sorából. De ha mi emberek Istenre tekintünk, akkor azt mondjuk, hogy Isten csak egy van. Egy szent név van, akit mi dicsőítünk és imádunk. Nem lehet több név, csak egy név. Egyedül ő lehet csak szent. Több más szent nem lehet mellette. Ezért is, amint már elmondtam, a Bibliában Istenre vonatkozó szent szó, az a legtöbb esetben az nagybetűs. És minden más szent szó, az kisbetűs. És mivel a katolicizmus Máriával kapcsolatban nagybetűsen használja a szent szót, illetve a legszentebbnek vallja őt, ezért ő Istennek mondja, tulajdonképpen isteni szintre hozza fel Máriát. Azaz a katolicizmus Máriát kiemeli az emberiségből, és Isten szintjére helyezi. Ez az igazi, valóságos társítás, amit nagyon helyesen egyébként bizonyos értelemben az iszlám a tilt és a legdurvább istenkáromlásnak tart, és véteknek tart. Isten mellé valakit társítani, valakit egy szintre helyezni Istennel.
valakire azt mondani, hogy ő is megváltó, hogy ő is szabadító, hogy ő is részese annak, a osztja, megosztja az isteni tulajdonságokat, osztozkodik az isteni tulajdonságokban. A legnagyobb bűn, amit valaha valaki elkövetett. A Biblia azt mondja a Jelenések 15.4-ben, ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent. Csak egyedül vagy szent. És erre a kérdésen, Jelenések könyvekbeli kérdése, a római katolikus válasz az, hogy mi vagyunk azok, akik nem féljük Istent. És mi választhatunk egy másik nevet magunknak, akit mi szentnek nevezünk. És ez pedig Mária, illetve egyéb szentek, akikkel lehet, hogy majd később kicsit fogunk foglalkozni. És aki ilyen tetre vetemedik, aki mást szentnek vall, mint például Máriát szentnek vallja, egészen szentnek vallja, mint a katekizmusban van, vagy teljesen szentnek vallja, az nem találkozott még Istennel, a szenttel. Az nem lehet keresztény. És ezért mondom, hogy a katolicizmus az nem kereszténység. A legalapvetőbb dolgokkal nincs tisztában, vagy ha tisztában van, akkor az egészet kicsavarja, kicsűri, és hamis dolgokat vall. Pedig Isten az, aki igazán szent, aki egyedül irgalmas, jóságos, igazságos, kegyelmes, szent, de ezek mind Mára is, Máriára is vonatkoznak a katolicizmusban. És itt a végén egy kis füzetkéből szeretnék felolvasni imákat, hogy lássuk ennek a megvalósulását, a Mária istenségének a megvalósulását, egy Szent István Társulat által kiadott oltári szentség, a legméltóságosabb oltári szentség, egy órai imádás a hazánk jólétéről című kis imakönyvből, vagy imakis füzetből, amiben nem sokat, négy bekezdést fogok felolvasni, rengeteget lehetne felolvasni, ugyanis a sok ima, most nem is számoltam meg, hogy hány ima van ebben, de 12, ha jól látom. 12 ima van, és úgy oszlik fel az ima, hogy az első részben a Szent Háromság, Atya, Fiú, Szent Lélek felé van ima, utána mindig Máriához van egy ima. Máriához van egy ima. Tehát 12 alkalommal Atya, Fiú, Szent Lélek, Mária. Atya, Fiú, Szent Lélek, Mária. Atya, Fiú, Szent Lélek, Mária. Ha valaki állandóan eszerint megy, ez neki a minta, akkor természetesen Mária ott van Isten mellett. Mária és a Szent Háromság az tulajdonképpen teljesen összekötődik, és mivel ugyanúgy az Istenhez meg Máriához is imádkozik, ezért természetesen Mária az Istennel együtt van emlegetve. Hiszen együtt, egymás után imádkozik az ember hozzá, illetve hozzájuk. És amint elmondtam, ennek a kis füzetkének a címe az, ugye a legméltóságosabb oltári szentség, és ilyesmi imák vannak. De kiről, illetve miről szól az oltári szentség? Elvileg ugye Krisztusról szól az oltári szentség, hiszen a konszenkrált ostja maga az oltári szentség, azaz Krisztus teljes teste, az összes, a legutolsó körme, a legutolsó hajszála, az ő isteni, emberi természete, minden jelen van abban az ostjában, a katolikus, római katolicizmus szerint. És egy olyan imakönyv, ami az oltári szentségről szól, akkor az emberben benne lenne az a sejtelem, hogy akkor Jézushoz, meg az ő munkájához, az ő halálához, a mostani áldozatával kapcsolatban vannak ezek az imák. De nem, Máriáról vannak az imák, még az oltári szentségnél is. És amint elmondtam, erre a kaptafára megy, Atya, Fiú, Szent Lélek, Mária. Hát az első, amit felolvasnak, így hangzik. Egek ékessége, földnek dicsősége, magyarok asszonya és királynéja, hozzád buzgó szívvel és köteles hűséggel járulunk, hűséges szűz Mária,
Mint patronánkhoz, édes anyánkhoz, teljes reménységgel folyamodunk, s minden szükségünkben fohászkodunk. Mi itt az, amit biblikusan csak Istenre lehetne használni? De úgy kezdődik az egész, hogy egek ékessége. A Jelenések könyve 4. fejezet 2. 3. igeversében a következőt látjuk. Itt János elragadtatik a mennybe, és leírja a mennyet, leírja a mennynek a dicsőségét. És amikor ő a menny dicsőségét leírja a Jelenések könyve 4. fejezetében, akkor valamilyen érdekes módon Máriát nem látja. Hiszen itt azt mondja ez az ima, hogy egek ékessége. Itt pedig a Jelenések könyvében a szakasz így hangzik. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki, aki ott ült, hasonlóan látszott a jásvishoz, karneóhoz, és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak. És különböző élőlényekről és különböző dolgokról beszélt, tehát leírja a trónus, leírja a mennyei színt. Hogy néz ki az, amit ő ott lát a mennyben. És ennek ellenére nem ír Máriáról. Nem esik szó Máriáról. Vajon János nem vette észre Máriát? Vagy János valami rosszban volt Máriáról, ezért letagadta volna, hogy ott látta volna Máriát? Pedig a kereszt alatt láttuk, hogy Jézus egymásnak ajánlja őket. Íme a te fiad, íme a te anyád. És János mégsem ír Máriáról, mert hogy János nem látta Máriát a mennyben. Nem látta Máriát ott a trón körül. Mert hogy Mária nem a menny királynője, nem az ég királynője, nem az ég, az az egeknek a dicsősége. Hanem Isten az, aki, ha valakire azt lehet mondani, hogy az egeknek a dicsősége, vagy ékessége jobban mondva, akkor Isten az egeknek az ékessége. Következő, a földnek dicsősége. Ez is így folytatódik, ugye ez az ima. Az Ézsaiás 42.8 pedig azt mondja, ugye így kezdtük a mai alkalmunkat, hogy én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak sem, dicséretemet a bálványoknak. Tehát ő az, aki dicsőséges. Ha földnek dicsősége valaki, akkor egyedül Isten az, aki a földnek a dicsősége. Ezért Isten arcúrcsapása, dicsőségének megrablása folyik ebben is. Folyik a katolicizmusban általában, de ebben a példában is. És itt az úgy folytatódik tovább az ima, hogy Máriával kapcsolatban, hogy köteles hűséggel járulunk hozzá. Köteles hűséggel járulunk hozzá. A Máté 11.28-ban pedig azt mondja Jézus, hogy jöjjetek én hozzám, mindjárt nekik megfáradtatok, és én megvagyok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Kihez kell járulnunk a Biblia szerint? Jézushoz. Mert amint itt mondja is Jézus, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, megvagyok terhelve, bármilyen gondotok van, mert én megnyugvást tudok nektek adni. Bennem tudtok békességre lelni. Nem egy alternatívaként mondja ezt Jézus, hogy hozzám is fordulhattok, hanem forduljatok egyedül hozzám, mert én vagyok egyedül képes, hogy ezt megadjam nektek. Más nem képes erre. Egyetlen guru se, egyetlen keresztény se, senki nem képes erre. Egyedül Isten képes erre. Ezért a Biblia szerint Jézushoz kell fordulni, itt pedig azt látjuk, hogy a katolicizmus szerint Máriához kell fordulni. Mert, ahogy ez az imádság folytatódik, ugye ő a patróna. Mária, mint patróna. Patróna az segítő pártfogó. A János 14.16-ban pedig azt mondja, hogy én kérni fogom az atyát, aki egy másik pártfogót ad nektek, ugye saját maga helyett, mármint Jézus helyett, hogy veletek legyen mindörökké. Hogy veletek legyen mindörökké. Nem egy rövid ideig, pünkösd ideig veletek lesz a Szentlélek utána, meg elmegy, majd Mária veszi át ezt a szerepet. Nem beszél sehol sem ilyesmiről, hanem hogy ő ad egy másik
pártfogót kaptok. Ő a pártfogó. Nincs több pártfogó, ő a pártfogó. De egyébként utána meg is megígéri a Máté 28.20-ban, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Azaz, ha bárkihez járul, akarunk járulni, mint patróna, mint segítő, mint pártfogó, akkor ott van a Szentlélek, ott van Jézus Krisztus, és ott van az Atya. Mindenkihez járulhatunk, a Szent Háromsághoz járulhatunk, hogy ő legyen a mi segítségünkre. És a világ végezetéig él ez az ajánlata Krisztusnak. Az él ez az ajánlata a Szentléleknek, vagy él ez az ajánlata az Atyának. Ha pedig valaki, ha Isten ilyet ajánl, de valaki azt mondja, hogy jó, én ezzel nem akarok élni, máshoz fordulok, ez nem tudom, hogy esne nekünk. Ha mi azt mondjuk, hogy nem tudom, hogy kinek mi a foglalkozása, feltétlenül, de hogy ha valaki azt mondja, hogy hát persze te tévészerelő vagy, elromlott a tévém, de én valaki máshoz fordulok. Akkor te hogyan lennél az, hogy most, de most mire néz? Azt mondod, hogy én nem tudnám megcsinálni a tévé, de mi jó, miért akarsz egy idegenhez fordulni, amikor én is meg tudom csinálni? Még én lelkiismeretben is meg tudnám csinálni a dolgot. Miért akarsz máshoz fordulni? Ebben az esetben még természetesen 10 000 milliószor durvább az eset az ima esetében, mert hogy az a másik ember az nem is tudja teljesíteni. Sőt, az a másik ember, például Mária, halott. Nem is tudja meghallani az imát. Nem is tud semmit se csinálni. Mégis nagyobbnak tartja. Mégis inkább hozzáimádkozik valaki, mint Istenhez. Ez mekkora arcútcsapása Istennek? Ez milyen érzést kelthet Istenben? Nem véletlenül mondja azt, hogy a haragomat nyilvánítom ki a mennyből. A haragomat. Az ilyen, már elnézés, de pofátlan viselkedés ellen. Következő bekezdés. Dicső méltóságod és hatalmasságod az égen és földön fenséges nagy, mint napfényességgel tündökölsz szentségben, az alkotmányok közt te vagy legfőbb, vagy te legfőbb vagy, hogy abszolút hitelesen olvassam fel. Azt mondja, hogy dicső méltóságod és hatalmasságod az egész földön fenséges nagy. A Zsoltárok 83.18 azt mondja, tudják meg, hogy egyedül te vagy az, akinek Úr a neve, aki felséges az egész földön. A Biblia azt mondja, hogy Isten az Úr az, aki egyedül felséges az egész földön, itt pedig ez az ima Máriáról állítja azt, hogy az égen és földön fenséges. Megint csak Istennek tulajdonított, egyedül Istenre tartozó az ő fenségét jellemző dolgot tulajdonít Máriának. És adja az emberek szájába, hogy ők is alázzák meg Istent. Továbbá azt állítja róla, Máriáról, ugye, hogy úgy tündököl a Máriának a szentsége, mint a napnak a fénye. Az Ószövetségben több párhuzam is van a nap fényességével és Istennel kapcsolatban. Az Ézsaiás 24-23-ban például így olvashatjuk, hogy elpirul a sápadt hold, szégyenkezik az izzó nap, mert a seregek ura lesz a király a Sion hegyén, és Jeruzsálemben, és vénrei előtt ragyog dicsősége. Azaz, Mária dicsősége olyan, mint a napfény. Mint amikor süt a nap, és melegíti az embert, és sőt, valamikor ki is tikkasztja az embert. Ilyen Máriának a dicsősége. Mária dicsősége a napnak a dicsősége. A katolicizmus szerint. És a szentségről már korábban beszéltünk. Dicsőség mellett. Tehát azt is állítja róla, hogy a legfőbb alkotmány, azaz Isten legfőbb alkotása Mária. És ennek ellenére, hogy bár lehet, hogy ő, bár a katolicizmus szerint ő a legfőbb alkotása, de erről, mintha az apostolok nem akarnának tudomást venni. Mert hogy, mint már elmondtam, az apostolok nem törődnek Mária személyével. Mária nem egy központi figura az első században. Utána nagyon sok században nem, csak a katolicizmus tette őt központi figurává. Ezért is Mária katolicizmushoz kötődik, vagy ez a Mária alak, amit a katolicizmus felhoz
ami egyáltalán nem a bibliai Mária alak, hanem valami égi istennő, valami pogány istennőnek az alakja, ez a katolicizmushoz kötődik. A katolicizmus Máriája az nem a Bibliának a Máriája. Ezért ha a katolikusok azt mondják, hogy mi nem tiszteljük a Krisztusnak az anyját, Máriát, tévednek, mert mi azt a pogány istennőséget nem tiszteljük, amit ők átvettek. Mi a Biblia Máriáját azt elismerjük, tudjuk, hogy kicsoda. De a katolicizmus Máriája az egy pogány istenség. Az egy Isten gyalázó istenség. Mi azzal nem akarunk foglalkozni. Ahogy Istennek hány ingere van Máriától, a katolicizmus Máriájától, úgy mi sem szeretjük azt a Máriát. Mert az a Mária, az nem is létezik. Nem is létezett soha. Mert hogy egy pogány vallási közegben született az egész, és lett átkeresztelve. Egy következő bekezdés. Ó, Mária, bűnösök menedéke, Isten anyja, és bűnösök irgalmas anyja, ne engedd, hogy méltán haragbó szent fiad eltaszítson minket szent színe elől, hanem eski számunkra kegyelmét és irgalmát. Fordíts hozzánk irgalmas szemeidet, akik a bűn súlya alatt roskadozunk, és az élet után mutasd meg nekünk szent fiadat, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyelmes, ó édes szűz Mária. Azt mondja itt Máriáról, hogy ő a bűnösök menedéke. János első levelének, második fejezetének első igével se azt mondja, hogy gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Azt mondja itt, hogy ez az ima, hogy Mária a bűnösök menedéke. A Biblia pedig azt mondja, hogy Jézus a bűnösöknek a menedéke. Hiszen nála van, ő a pártfogó az atyánál. Máriát nem írja itt, nem azt mondja, hogy hát Jézus nagyon jó pártfogó, de ott van Mária is pártfogónak. Nem beszél ilyet János. Pedig Mária már régen meghalt, amikor ezt írja, ezt a levelét. És szó sincs ilyesmiről. Azt mondja, hogy Jézus egyedül, hogy van pártfogónk, nem pártfogóink vannak, hanem pártfogónk van egyes számban. A Jézus Krisztus, az igaz Jézus Krisztus, ami pártfogónk, azért tud pártfogónk lenni, mert ő az igaz, és nem Mária. Ahogyan a katolikus egyház, a római katolikus egyház ezt állítja. Kifogynánk egyszerűen a negatív jelzőkből, ha a katolicizmus Isten ellen és Isten megrabló tevékenységét jellemeznék. Egyszerűen kifogynánk a negatív jelzőkből. És bár ez az imához, ez a Mária imához egy ilyen mellékszálként, ugye nem Istenre vonatkozó jellemzés, de röviden érdemes kitérni rá, mert általános római katolikus tévhit az, hogy Mária az Istennek az anyja. Mária nem volt Istennek az anyja. Mária Jézusnak az anyja volt, de nem Krisztusnak az anyja volt. Mert ha azt mondjuk, hogy az Istennek az anyja, az azt jelenteni, hogy ő megszülte Isten, tehát Isten onnan kezdődött. Isten, Jézus Krisztus istensége nem Máriától kezdődött, nem a születésnél kezdődött, hanem az emberi részének, a 100%-ig emberségének született a része meg. Tehát Mária embert szült, nem Istent. Az emberi rész származott Máriától, az isteni az nem származott Máriától. De az, hogy azt mondják állandóan, hogy az Istennek az anyja, ezzel azt, és nem csak képzetet, nem csak a képzet van ebben, hogy esetleg ő Isten szült volna, már hogy maga az istenség is miatta lett volna, és tőle származott volna, hanem ők ezt dogmatikailag is vallják, hogy ő Istent szült. És ez még abszolút téves, abszolút ellene megy a Bibliának. Nem Isten szült Mária, hanem ő embert szült. Mária Jézus részért felelős, nem a Krisztus részért felelős. Nem Krisztus élete nem Máriával kezdődött, Jézus élete kezdődött részben Máriával.
De vissza azokra a részekre, amik csak Istenre lehetnének jellemzőek, de itt Mária jellemzésének használja ez az ima. Bűnösök irgalmas anyja. Bűnösök irgalmas anyja. A Zsoltárok 78.38-ban azt mondja, pedig ő irgalmas, megbocsátja a bűnt. Nem akar elpusztítani, sőt, és Istenre vonatkozik természetesen ez a Biblia idézet, nem Máriára. Sőt, sokszor visszafogja haragját, nem engedi, hogy egészen fellobbanjon indulata. Azt mondja, pedig ő az irgalmas, ő bocsátja meg a bűnt. Nem a Mária a bűnösök irgalmas anyja, hanem az Isten az, aki megbocsátja a bűnt, aki irgalmas. És ebben az imában, ebben az ima bekezdésben is látjuk, hogy hogyan gondolkodik a római katolicizmus. Mert hogy ezt mondja, ugye, hogy ó Mária, bűnösök menedéke, Isten anyja, és a bűnösök irgalmas anyja, ne engedd, hogy méltán haragvó szent fiad eltaszítson minket szent színe elől, hanem eski számunkra kegyelmét és irgalmát. Tehát itt azt mondja tulajdonképpen ki ez az ima, világosan, hogy a haragvó Krisztust csak Mária tudja lecsillapítani. Azaz, ahogy egyszer nekem ezt valaki mondta, magyarázatként ezt valaki mondta, hogy Mária tud nekünk igazán segíteni, mivel bármiről is van szó, ha mi Máriához fordulunk, akkor ő tudja emlékeztetni a fiát, ő igazán közbe tud járni, mert tudja emlékeztetni a fiát, hogy hát fiam, hát én szültelek meg téged. Vagy a melléire mutatva tudja azt mondani, hogy hát én tápláltalak téged. Most, mint engedelmes fiú, engedelmeskedj nekem most is. Jót akarok. Úgy állítja be Máriát, mint aki meg tudja enyhíteni a haragvó fiát, mert hogy a fia az haragvó. Mária pedig kegyelmes, Mária pedig irgalmas, a fia pedig haragvó. Tehát ez szerint a római katolikus elképzelés szerint a menny számunkra egy ellenséges hely. Egy ellenséges hely, ami egyedül azért nem ellenséges teljesen, mert ott van Mária, és Mária az, aki meg tudja enyhíteni Jézust, meg tudja enyhíteni Istent. Pedig ennek éppen az ellenkezője igaz. Mert hogyha a Jelenések könyvét megnézzük, ami a mennyről szól, akkor azt látjuk, hogy egyrészt a mennyben ünneplés van, ha egy bűnös megtér. Hát hogy lehet akkor egy ellenséges hely, hogyha a megtérésnél ünneplés van? Ha újjongás van? Akkor ez nem egy ellenséges hely, ahol nekünk örülnek. Annak örülnek, hogy na, de jó, ő is ide fog kerülni. Akkor hogy lehetne ez a hely ellenséges számunkra? Vagy hogy olvassuk, maga Isten fog letörölni a szemünkről minden könyt, és ott nem lesz fájdalom, akkor ez hogy lehetne ellenséges hely? Ez nem egy ellenség, a menny nem ellenséges hely, hanem a menny a legszeretőbb otthona, a legszeretőbb haza számunkra. De eszerint, a katolikus elképzelés szerint a menny egy ellenséges hely Mária nélkül. Egyedül Mária miatt lehet szabad bejárásunk Istenhez, azért lehet, és sőt, nem is szabad, mert neki van szabad bejárása Istenhez. Egy másik bekezdés. Mennyországnak dicső királynéja, angyalok hatalmas asszonya, kinek kezdetől fogva a küldetése volt, és hatalom adatot a sátán fejét összetörni, alázatok kérünk, jöjj szent seregéddel, segítségünkre, hogy vezéreted mellett szabadra megküzdjenek a gonosz szellemekkel, vakmerőségükért megszégyenítsék, és a pokorra taszítsák őket. Mit mond itt Máriáról? Máriáról azt mondja, hogy angyalok hatalmas asszonya. Mintha a Máriának bármiféle dirigáló szerepe lenne az angyalokkal kapcsolatban. Az angyalokkal kapcsolatban nem akarok, már csak azért is, mert megint csak nagyon lejárt az időm, nem akarok nagyon sokat mondani, de egy mindenképpen ide említhető, hogy az angyalok csak és kizárólag Istennek engedelmeskednek. Ha valamelyik angyal nem csak és kizárólagosan Istennek engedelmeskedik, az egy bukott angyal.
Az angyalok csak és kizárólag Istennek engedelmeskednek. Ha egy ember szólna bele, vagy tudná bármennyire is befolyásolni egy angyal tevékenységét, az az angyal bukott angyal lenne. Ha Mária tudná befolyásolni egy angyalnak a tevékenységét, akkor az az angyal bukott angyal lenne. Csak Istennek engedelmeskednek az angyalok. Ha még ezt nem teszi, az egy bukott angyal. És itt azt is olvashatjuk ebben az imában, Máriára vonatkoztatva, hogy a sátán fejét összetöri. A Genezis, a Mózes első könyvének a harmadik fejezetének 15-ös igeverse azt mondja, hogy ellenségeskedés támasztott közt, ugye ez a sátánra vonatkozó, sátánnak mondja, az ősi kígyónak mondja ezt Isten, közted és az asszony között, a te utód és az ő utódja között, ő a fejét, és itt Jézusra vonatkozik ez a szakasz, ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Szokás szerint itt a katolikusok, római katolikusok összetévesztették Máriát Jézussal. Itt azt mondják ebben az imában, hogy a sátán fejét Mária fogja összetörni. A Biblia azt mondja, hogy a sátán fejét Jézus fogja széttaposni. Egy másik itteni szó az alázat. Ezzel elsőként Istennek tartozunk, hiszen ő, ugye, ahogy a Jakab 4.6-ban olvashatjuk, Isten a kevieknek ellene, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. De látjuk azt is, hogy itt a szent seregeid, ugye ő vezérletedre, szavadra megküzdjenek. Istennek van serege, Máriának nincsen serege. Micsoda istentelen elképzelés ez. Még a legdurvább sátáni alakulat sem tudja jobban meggyalázni Istent, mint a katolicizmus. Hiszen a katolicizmus bibliai alakukat használ fel, az ő szájukba ad, vagy nekik tulajdonít olyan dolgokat, amivel Isten gyalázzák. A sátánisták legalább nem ezt teszik. Ezért a katolicizmus az nem keresztény. Ezért olvashatjuk föl ismét azt a részt a Galatákból, amit általában felszoktunk olvasni. Első fejezet 8-as 9-es vers. Viszont ha még mi magunk, vagy egy más, vagy egy mennyből való angyal, vagy éppen Mária hirdetni is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Mint már korábban is mondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amit elfogadhatok, átkozott legyen. Ez a katolicizmus és a katolicizmus tanítására vonatkozik, nem az emberekre. Szeressük őket, hogy kimenekülhessenek. Hiszen volt olyan alkalom, amikor mi sem voltunk keresztények, amikor mi is még a sátán rabszolgái voltunk, ők pedig a sátán rabszolgái még mindig. Az, hogy templomban járnak, és esetleg van otthon bibliájuk, vagy feszületük, vagy akármi, ez nem azt jelenti, hogy keresztények lennének. Még mindig a sátáni rendszer börtönében vannak, ahogy a mai alkalommal is láttuk, hogy ez abszolút sátáni dolog, amit zajlik a katolicizmuson belül. A mi dolgunk Isten felé és az emberek felé pedig, a Zsoltárok 105. Zsoltárban olvashatjuk, és ezzel az igeverset zárom a mai alkalmunkat, 105. Zsoltár első igeverse, adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, ugye egyedül az ő nevét, hirdessétek tettét a népek között, egyedül az ő tettét hirdessük a népek között, nem Máriának vagy egyéb embernek a tettét, az ő tetteit. Énekeljetek, zengetek Zsoltárt neki, Istennek, emlegessétek minden csodáját, az ő csodáját, ne valamiféle Mária csodákat, meg egyéb különböző jelenségeket, hanem Istennek a csodáit. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljetek, akik kerestek az Urat, folymadjatok az Úrhoz adó hatalmához, keressétek arcát szüntelenül, emlékezzetek csodatettére, amelyeket végkezvi csodáira és döntéseire. És olyan jó lenne, csak most a karantén miatt nem tudjuk megtenni, hogy mert a hangok nem mennek olyan jól át, és nem tudunk annyira egységbe lenni, és egy szóval, egy hanggal fölemelni a mi dicséretünket, a mi hálánkat, a mi magasztalásunkat Isten felé. Olyan jó lenne egy nagy dicsőítésbe kitörni most a végére, hogy megtisztüljünk, lemossuk magunkról ezt a szennyet, amit látunk itt a katolicizmusban. De remélem, hogy ezt meg tudjátok tenni. Tudjátok Isten dicsőíteni azért, mert hogy például nem ebben, már aki nem ebben a katolikus rendszerben, nem ebben a rendszerben van, aki pedig ebben van, az meg térjen meg. Mert szükséges, hogy megtérjen, hogy kitérjen ebből az Isten gyalázó rendszerből. Segítsünk nekik ebben a kitérésben.
Segítsünk nekik a megtérésben, segítsünk nekik, hogy átadjuk ezeket az információkat, hogy szeressük őket. Szeressük őket annyira, hogy meg akarjuk őket menteni, hogy ki akarjuk őket menteni. És legfőképpen Isten szeressük annyira, hogy ki akarjuk őket menteni. Legyen az ő neve áldott örökkön örökké. Amen.